Tegnap este megtekintette az előkészületeket a miniszterelnök. Béke és biztonság a mai évértékelő témáját már kijelölték, csak egy valami hiányzott. Bajban derül ki, kire lehet számítani ránk, magyarokra lehet számítani. Beszédében ma Orbán Viktor először azoknak a speciális mentőknek mondott köszönetet, akik a szír-török földrengés helyszínén mentettek meg számos életet. A rendszerváltozás utáni legveszélyesebb év lesz 2023, ezt mondta a miniszterelnök. A két legfőbb veszélyforrás szerinte a háború és az infláció. A kormányfő szerint az ukrán-orosz háború nem a jó és a rossz, hanem csak két szláv állam harca, és azt állította, ebből Európában és a NATO-ban egyedül Magyarország akar kimaradni. Fenntartjuk gazdasági kapcsolatainkat Oroszországgal, sőt ezt tanácsoljuk az egész nyugati világnak, mert kapcsolatok nélkül nem lesz sem tűzszünet, sem béketárgyalás. Ezért nem járulunk hozzá, hogy papokat, egyházi vezetőket helyezzenek szankciós listákra. A miniszterelnök szerint a háború még évekig eltarthat, Európa pedig most a háborúba sodródás percét éri. Arról beszélt, fontos egy szuverén Ukrajna Oroszország és Magyarország között, de nem tart az orosz agressziótól. Az ukránok megpróbálják elhitetni Európával, hogy az oroszok nem állnak meg az Atlanti óceánig, de ezt a fenyegetést a magyarok nem veszik be. Az egész világ láthatta, hogy az orosz haderő nincs abban a helyzetben, és jó ideig nem is lesz, hogy megtámadja a NATO-t. A miniszterelnök azt mondta, a magyar gazdaság a háború és az uniós szankciók által kiváltott infláció ellenére is sikeres. Újra megígérte, az árstoppokat nem vezetik ki a drágulás mérséklődéseig, amelyet az év végére egy számjegyűre csökkentenének. Egy konkrét intézkedésről is beszámolt. Május 1-ével buszra és vasútra egyaránt érvényes, havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak. Orbán Viktor beszélt annak a pedagógiai asszisztensnek az ügyéről is, aki egy 15 éves fiúval folytatott szexuális viszonyáról beszélt az egyik közösségi oldalra feltöltött videójában. Ezt gyalázatos dolognak nevezte. A pedofiliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen. A felnőtteknek meg az a dolguk, hogy a gyerekeket bármi áron megvédjék. Orbán Viktor kijelentette, Magyarországon kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének. Beszéde végén ehhez kérte mindenki segítségét.